December 2-án a tűbarátság folytvaró csoport kiállításának megnyitóját tartották a Bánzsigmond református óvodában. A megnyitó jelen volt a csoport több tagja is. A református óvoda folyosója egyúttal egy kis galéria is, ahol megmegújuló kiállítások várják az intézménybe érkezőket. Az óvodapedagógusok szorgalmasan dolgoznak azon, hogy az érkező szülőket és a gyerekeket szép környezet fogadja. A felnőtteket elsősorban a kis tárlat hangulata érinti meg, az óvodások pedig a játékot, a meséket, a külvilágról szóló ismereteket keresgélik, amikor itt nézelődnek. A galéria ezúttal a karácsony hangulatát közvetítette a látogatóknak. Valójában két kiállítás volt itt. A tűbarátság foltvaró csoport a saját kézi munkáiból válogatta és állította ki azokat, amelyeket a közeledő ünnep ihletett, az óvónénik pedig összegyűjtöttek és elrendeztek olyan tárgyakat, amelyek a fonalkészítéshez vagy feldolgozáshoz, a télapóhoz, az adventhez vagy a karácsonyhoz kapcsolódnak. Az egyik csoportszobában gyűltek össze az óvodások és a tűbarátság foltvaró csoport néhány tagja, hogy egy kis ünnepség keretében nyissák meg a kiállítást. A jelenlévőket Gyémánt János óvónéni köszöntötte, Bemutatta a gyerekeknek a csoport tagjait, majd elmesélte, hogy a foltvarás során a színeket és a formákat kell egymás mellé igazítani. Ehhez a munkához szorgalom és szeretet szükséges. Az óvoda nevében megköszönte a csoport tagjainak, hogy elhozták kézi munkáikat a gyerekekhez. Az óvodások versekkel, dalokkal köszöntötték a vendégeket. És nagyon boldog új a Tűbarátság Foltvaró csoport nevében Bodó Árpádné köszönte meg a lehetőséget, hogy itt is bemutatkozhattak. Egy fali képet adott át az óvóniniknek, amelyet ajándékba hoztak az óvodásoknak. Közös éneklés után a csoportok megnézhették a galériában látható kiállítást, ahol a szép kézi munkákon látható csengők, angyalok, fenyőfák is jelezték, közeledik az ünnep, a várva várt karácsony.